Fazekas Sándorral beszélgetünk, aki itt előttünk mondta, hogy érdeklődéssel várja az indiári zsarolását, hiszen még ilyet nem is látott. Úgy tudom, hogy a rendes, hagyományos fehér is aratásában, kutatásában ön is részt vett. Igen, részt vettem a Dunkásári is termesztése volt akkor, amikor bekapcsolódtam. De legáltalánosabb, nagyon jól is fajta volt. 55-ben a rizs betegsége elvitte. Lerobbant a fajta annyira, hogy nem lehetett tovább termeszteni. A Bruzone nevezetű betegség az érte. Utól és a Dubovszki 129-et vezették be helyette, de egy harmaddal kevesebb termést adott, mint a Dunkánsáli. Ez a Dunkánsáli dél-koreai rizsfajta egyik változata volt, illetve azt keresztezték valamivel, amit így fejből én se tudok, hogy mit, és azt terjesztette el nagy területeken az Alföldön a rizstermesztést. Utána sokat küzdöttek vele, de ugyanolyan rizsfajtát nem tudtak előállítani, illetve feltalálni. A kísérleti intézetnél mi 90 rizsfajtával kísérleteztünk, de egy se tudott elterjedni, illetve nem tudta elérni azt, amit a Dunkánsáli. És a Dunkánsálinak az lett a baja, hogy Obenmájerék nemesítették ki Sopron-Horpácson a 40-es évek végén. De valami oknál fogva a rákosi rendszerbe el akarták őket internálni, hogy miért, azt nem tudom, és kimenekültek Ausztriába. És akkor magukkal vitték a titkot is? Magukkal vitték, tehát nem tudták a rizs fajtát életbe tartani, felújítani, és ezért robbant le a rizsfajta, hogy nem volt utánpótlás. Ez lett a veszte. Sok rizsfajtát vetettek azóta is, de olyan jól, stabilan, megbízhatóan egy se termett, mint a Dunkánsáli. Most ez a rizsfajta lehet, hogy jó lesz, de ahogy hallom, annak az megadta holdanként a 30-40 mása körül, ez meg jó a 10,5 mását ad, tehát óriási nagyobb különbség. Igaz, hogy többet kellett vele biztosan sokkal dolgozni, de már kialakult a gyakorlat, már értettek hozzá, értettek a sarlóval adatáshoz is, mert kombájnak még híre hangos se volt akkor. Sajnos a rizstelepek is el vannak gazosodva, akkor vigyázzuk rá, hogy ne legyen, meg más művelési módot igényelt, mint ez a fajta rizs. Hát nagyon örülnék neki, ha ez beválna jól, mert azért csak egyet értek én azzal, hogy Magyarország termelje meg magának a rizst, ne másfelől hozzuk. És meg lehetne termelni, mert még az is előnye, hogy a rizs olyan helyen is jó termést ad, ahol más növény csak nagyon gyengén terem. Hát akkor reméljük, hogy a közeljövőben azért itt azon a környéken, ahol megvoltak még a rizsföldek, újból több száz hektáron termelhetnek is. Hát én is bízok benne, de fel kell újítani a csatornákat, mert az öntözése nagyon érzékenyek, azok a rizsfajták, amik olyan jól teremnek, és nem lehet gazdol körülvet csatornákkal öntözni rendesen sem, mert nem folyik el a víz megfelelően. Meg az lett a másik baj, az lett a rizsnek, hogy megemelték a vízdíjat olyan mértékben, hogy ráfizetéses lett, és ezért nagyon gyorsan abba hagyták a termelést, mert nem érte meg. Akkor reméljük, hogy akkor az ön mondatait idézve meg fogjuk mi is termelni hazánkban az összes kis szükséges is. Önnek meg jó szakmai szemmel nézést kívánunk, hiszen gondolom, hogy örömmel nézi ezt a fajta aratát. Örömmel nézem, mert a mezőgazdaságban értem, mindig kapcsolatban voltam vele, és ez nekem, hát velem született tulajdonság, hogy szeretem a mezőgazdaságot, növénytermesztés, állattenyésztés, egyformán szeretem. Köszönjük szépen!
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megnézte az indiázis KFT-n a vadrizsaratást, nem tudom, hogy látott-e már ilyet. Rizsaratást már láttam többször is, az indián is, és itt a karcigi határnak egy érdekessége, kis őszálláson is nagy töltek vannak belőle, de így aratásnál még nem láttam. És nagyon érdekes és tényleg egyedülálló látvány ez az Európában, csak itt Magyarországon termelt is fajta. Azt hiszem, hogy itt láttuk, hogy itt nagyon sok víz van, tehát azért itt rengeteget locsoltak, de a határban azért nem ennyi víz van. Gondolom, hogy az asszálykárokról már azért a minisztérium is készíti folyamatosan a felméréseket. Öntözési problémákkal küzdünk, és a rizs egy vízigényes kultúra, nem lehet termelni a megfelelő gátrendszerek, csatornarendszerek és legfőképpen víz nélkül. A karcigi határban is, de országosan a jelenlegi területnek a többszöröse volt rizs kultúrában és rizsre bevetve. Most Magyarországon a korábbi 20-30 ezer hektárhoz képest mindössze 3500-4000 hektárral is tölt, ebből 900 hektár indián is. A idején is ráirányította a figyelmet arra, hogy az asszály, a klímaváltozás hatásai, a szélsőséges forróság, az bizony próbára teszi az embereket, a mezőgazdaságot, egyáltalán az egész országot. Ezért a kormány már több alkalommal foglalkozott a Nemzeti Víz és Asszály Stratégiával, hamarosan a teljes stratégiai anyagot társadalmi vitára fogjuk bocsájtani. És ebben a rizstermelésnek is fontos szerepe lesz, hiszen mint vízigényes kultúra, tulajdonképpen egy víztárolási öntözési kategóriába tartozik, és a klímára is pozitív hatás gyakorol. Itt Karcigon, akik emlékeznek erre a pár évvel ezelőtti állapotra, rengeteg rizsföld volt, más volt az éghajlat, több eső volt, és az élővilág is teljesen más, akkor, hogyha rizsföldeket tudunk kialakítani. Vannak még olyan területeink, ahol felújíthatóak a korábban megépített műtárgyak. Ezért is fontos ez az új növény, aminek folyamatosan növekszik a piaca. Az egészséges életmód kedvelői gyakran vásárolnak indián is. Ez egy igényes, értékes és ennek megfelelő ára a rendelkező termék, és én bízom benne, hogy további piacokat lehet megkódítani. De a hagyományos rizsre is szükség van, hiszen a világ népessége növekedik, egyre kevesebb ország tud rizst exportálni, az európai piacon és a belföldi piacon is van lehetőség. Ehhez a megfelelő rizstelep kiépítési munkálatokat, agrártámogatásokat hozzá kell természetesen igazítanunk. Én bízom abban, hogy néhány év alatt, ha nem is a korábbi szinten, de egy jelentős növekedést tudunk elérni a rizstermesztésben. Itt az előbb hallottuk az ön édesapjától, hogy 90 fajta rizssel is próbálkoztak a akkori kísérleti-mai kutatóintézetben. Hát gondolom, hogy ennyi fajtára azért ma már nincs pénz a kísérletezgetésre, de biztos, hogy ehhez a megváltozott klímához alkalmazkodó fajtákat kell kinemesíteni itt hazánkban is. Magyarország a rizstermesztés északi határán található, nem minden nyár olyan forró és hosszú, mint az idei, ezért meg kell találnunk azokat a fajtákat, amelyek ehhez az éghajlathoz alkalmazkodó képesek. Az indián is ebbe a körbe tartozik, Észak-Amerikának a középső területein, nyugati területein hasonló körülmények között él. Tehát ez az egyik lehetséges megoldás, de vannak más fajták is, amelyeket érdemes újra termelésbe vonni és folytatni a kísérleteket, amelyek erre azért azt el lehet mondani, hogy korábban is sikerült megoldást találni, 50-es években is termeltek, 60-as években is Magyarországon, egészen szép eredményekkel. És a 70-es, 80-as évek voltak a magyar rizstermesztésnek a legszebb évei, amikor több mint 25 ezer hektáron foglalkoztak ezzel a növénnyel. Én biztos vagyok abban, hogy most is tudunk majd megoldást találni, és a kutatás, a fejlesztés, az innováció, illetve a víz kormányzási szempontok együttesen lehetővé teszik a rizstermesztés növelését Magyarországon. Akkor szerintem fogunk mi még erről többször beszélni, és reméljük, hogy újról beszámoltunk arról, hogy a karcagi kisúszállási határban a jelenlegi termésnek a tízszerese folyik pár éven belül. A cél az, hogy minél több embernek adjunk munkát, és minél több ízletes ennivalók kerüljön az asztalon. Köszönjük szépen! Köszönöm!